A nagy mítoszok. Zeus harca a hatalomért. Ő, aki itt áll előttünk, ő az istenek és az emberek atya, akinek minden más teremtmény, halandó vagy halhatatlan, engedelmességgel tartozik. Ő az elemek ura. Ő irányítja a légköri jelenségeket, a pusztító erejű szelet épp úgy, mint az életet adó esőt. Ő határozza meg a társadalmi rendet, és azt, mennyi hatalommal rendelkeznek az uralkodók. De mindenekelőtt az ő kezében van korának leghatalmasabb tömegpusztító fegyvere, a villám. És lesújt mindazokra, akik szembe mernek szállni vele. Az istenek közül azzal is kiemelkedik, hogy számunkra az ő neve a legismertebb. Zeus. Nézzék csak! Látják, milyen méltóság teljes csodás szakállával és dúsfürtjeivel. Egyik kezében ciprusfából készült jogart tart. Ez fejezi ki, hogy ő a legfőbb uralkodó. Másik kezében a pajzs, amellyel a villámcsapásokat küldi. Egy mindenek felett álló istennek mindenek felett álló lakhely jár. Zeus a gyönyörű és békés felsőbb régiókban tartózkodik a föld légköre fölött. A hegy csúcsok az ő trónusai, de leghíresebb rezidenciája az Olympos-hegység. Ott az ő palotája, amelyet a fia, a tűz és kovácsmesterség istene Hephaistos épített. Azonban Zeus nem volt mindig mindenható isten. Születésekor még egészen más sorsot rendeltek számára. Minden az idők hajnalán kezdődött, az ős állapotban. Kezdetben volt a sötétség. És a sötétség megteremtette a káoszt, a sötét tátongó űrt. Azután megszületett Gaia, a föld, az ősistenség, a földistennő. Gaia gyomrából előbukkantak a hatalmas hegyek, a hóborította hegyormok, a barlangok és az erdők, az óceánok és a tajtékos partok, a síkságok és a folyók. Később, amikor a világ formát öltött, megjelent Érosz. A szellőhöz hasonlatos, a láthatatlan, aki leküzdhetetlen vágyat ébreszt a teremtményekben, hogy vonzódjanak egymáshoz és párosodjanak. Gaia, a földanya, magányos. Senki sem szereti, és ő sem szeret senkit. De hát kit is szerethetne önmagán kívül? Senkit, ha csak nem káoszt. Hogy magányát enyhítse, Gaia világra hozza Uranoszt, az eget. Önmaga tökéletes ellentétét, az égboltot és milliárdnyi csillagát. Az ég ráborult a földre, maga alá temette azt. Tulajdonképpen egy párt alkottak, az ég és a föld, az univerzum két szintje egymásba simulva. És azután? Azután szükségszerű, hogy ölelésükből új élet fakadjon. Ekkor lépett színre Érosz. Könyörtelenül beoltotta Uranoszba azt a titokzatos fellobbanást, amit mi vágynak hívunk. És Uranosz megadta magát, belemélyedt Gaia testébe, és közösült vele. Nem egyszer, hanem százszor, nem csak egy nap, hanem ezer napon át. És hamarosan rengeteg gyermekük született. Az első 12-t nevezzük titánoknak. 6 titán és 6 titanisz.
Azután a küklópszok sora következett, akiket azért nevezünk így, mert csak egy szemük van a homlokuk közepén. Majd jöttek a hekatonkeirek, nevük azt jelenti, hogy százkezű óriások. És nem csak százkezük volt, hanem 50 tüzet okádó fejük. Gája végül megszülte a gigászokat. Hatalmas testű, félelmetes külsejű szörnyetegeket. Csak hogy ezek a szörnyszülöttek, a gyermekeik nem tudtak megmozdulni. Anyjuk méhébe zárva maradtak, ott azon a helyen, ahol megfogantak. Ennek oka az volt, hogy az ég, Uranosz, szó szerint továbbra is hozzátapadt a földhöz, Gájához. Nem adták meg a legkisebb lehetőséget sem utódaiknak, hogy azok kijussanak a fényre, vagy hogy önálló életet élhessenek. Ha valaki szökni akart közülük, apjuk Uranosz könyörtelenül visszanyomta a mélybe. Ekkor a zaklatott lelki állapotú titánok anyjuknak támadtak. Ágaskodtak benne, ütlegelték, folytogatták, gyötörték anyjukat. Gája szenvedett. Kimerült volt és dühött. A helyzet tarthatatlanná vált. Elég volt. Gája lázadásra szólította föl gyermekeit és megparancsolta nekik, hogy forduljanak apjuk ellen. Senki sem állt kötélnek. Senki, kivéve a legifjabb titánt, Kronoszt. Kronosz beleegyezett az ütközetbe és abba, hogy anyja segíteni fogja. Gája titokban, Uranosz tudta nélkül, kovakőből készített egy sarlót, és azt fiára bízta. Nem maradt más hátra, mint várni az alkalmas pillanatot. Nem kellett sokat várni. Uranosz szokása szerint szeretkezni akart Gájával. Alig hatolt a feleségébe, amikor fia Kronosz megragadta a nemi szervét, és egyetlen mozdulattal lemetszette. Majd a tengerbe hajította. Uranosz a fájdalomtól őrjöngve hátra hőkölt, és vadul eltaszította magától Gáját. Hát megtörtént. Külön váltak végre. Ettől a perctől kezdve Uranosz, az ég, a világ fölé borult, és nem mozdult el többé onnan. A titánok, a küklopszok és a gigászok kiszabadultak, elhagyhatták végre anyjuk méhét. Úgy tartják, hogy az égből hulló esőcseppek nem mások, mint Uranosz könnycseppjei. A bánat, a bűntudat és az elveszett múlt utáni sóvárgás könnyei. Uranosz legyőzetett, Kronosz elnyerte a hatalmat. És azon nyomban elvette feleségül húgát, Réját. Gondolhatnánk, hogy eljött végre a béke ideje, de tudva lévő, hogy az uralkodók nem engedik ki egy könnyen kezükből a hatalmat. Mivel Gája megjósolta Kronosznak, hogy saját fia bitorolja majd el tőle a trónját, Kronosz sorban felfalta gyermekeit, amint Réja világra hozta őket. A boldogtalan istennőnek kétségbeesésében nem volt más választása, mint megpróbálni megakadályozni férje irtózatos vérengzését. Amint ismét terhes lett, elhatározta, hogy megszökik. Jól tette, mert ez a magzata más volt, mint az eddigiek. Zeuszt hordta a méhében. Szó sem lehetett róla, hogy férje őt is fölfalja. Réja tehát megszökött.
egy szigetre menekült, Krétára, ahol a legnagyobb titokban megszülte gyermekét. Miután nimfákra, a természet éltető erőit megszemélyesítő istennőkre bízta a csecsemőt, Réja visszatért Kronoszhoz. Kronosz tudta, hogy Réja terhes volt, és várta, hogy megkapja az újszülöttet. Réja készült erre. Mintha egy csecsemőt nyújtana át, egy követ adott Kronosznak, egy bepújált kődarabot. Ez elég is volt ahhoz, hogy becsapja a falánk titánt, aki azon nyomban befalta a követ. De hát hogy is sejthette volna, hogy ott, Kréta szigetén, Ida hegy csúcsán, világra jött egy fiú, aki megbosszulja majd az anyját, kiszabadítja a testvéreit, legyőzi őt, és uralkodik majd helyette a halhatatlanok felett. Zeus Kréta hegyvidékén nevelkedett. Nagyanyja Gaia a földistennő, és a nimfák kísérték minden lépését. Ambrózia és nektár volt az étke, melyet a galambok és a sasok hoztak számára. A finom lépes mézet a méhek külön neki gyűjtötték. Tejjel pedig a nimfa kecske Amaltheia táplálta. Amikor Zeus a világura lett, nem felejtette el jótevőit. Amaltheiát felhelyezte a csillagok közé, belőle lett a bak csillagkép. Zeus ekkor elkérte az egyik szarvát, és odaajándékozta az őt nevelő nimfáknak. Ez lett a híres bőségszaru, amelyből sohasem fogy ki sem az étel, sem az ital. De a veszedelem továbbra is ott ólálkodott. Kronosz rájött, hogy a felesége becsapta. Keresni kezdte a fiát, aki nem vált áldozatává szörnyű megszállottságának. Tudta, hogy a fia a trónjára tör. Kronosz kutatott. Fölborította a hegyeket és a dombokat, átvizsgálta a tengereket, de nem talált semmit. Ugyanis a kis Zeus bölcsőjét az Ida hegy egyik barlangjába rejtették, amelynek bejárata előtt különös teremtmények őrködtek. A kurészek. Kik is ők? Hangoskodó démonok. Azt a parancsot kapták, hogy járjanak szilaj fegyvertáncot, pajzsukat és dárdájukat zajosan ütögetve nyomják el az isteni csecsemő sírásának hangját, hogy atya semmiképpen se hallja meg. Az évek múltak. Zeus cseperedett. Minél nagyobb lett, annál többet ábrándozott gonosz apja megbüntetéséről, mivel anyja elmesélte Kronosz iszonyatos tetteit. Amikor Zeus felnőtt, találkozott Métisszel, egy tengeri lénnyel, tengeri nimfával, Ókeánosz és Tétüsz leányával. Métisz a bölcsesség istennője, de a ravaszságé is. Az ifjú Zeus el akarta csábítani, és ezért mindenre képes volt. Természetesen elárulta a származását, valamint azt is, hogy bosszút akar állni apján a bűnei miatt, és ki akarja szabadítani fivéreit és nővéreit Kronosz gyomrából. Hogyan tehetné ezt meg?
Métisz ajánlotta neki a megoldást. Itassanak Kronosszal hánytatót, egy olyan szert, amitől kihánja, ami a gyomrában van. Hogy ne érezze a méreg ízét, mondta Métisz, keverj az italba mézet. Kitűnő ötlet, de hol találok ilyen varázsitalt? Métisz elmosolyodott. Miért nem kérded édesanyádat? Ő tudni fogja. Métisz tanácsát megfogadva Zeus fölkereste Réját, és elmondta a tervét. Réja örömmel üdvözölte a tervet. Elkészítette a bájitalt és a fiának adta, majd bemutatta Zeust Kronosz udvarában, mint az új borfiút, aki az italokat szolgálja föl az isteneknek. Amint atya elé ért, Zeus átnyújtotta neki a kelyhet. Kronosz egyáltalán nem gyanakodott, elvette az italt. De amint megitta, már is kihányta a követ, azt a bizonyos bepójált követ, majd felöklendezte az összes gyermeket, akiket Réja a világra hozott. Dühében, hogy becsapták, és félelmében, hogy elveszíti a trónt, Kronosz elhatározta, hogy megöli a fiát. Maga köré gyűjtötte az összes titánt, a fivéreit és nővéreit. Réja gyermekei pedig önként gyülekeztek Zeus táborában, az Olümposz tetején. 6 olümposzi állt szembe 12 titánnal. Az iszonyatos háború elkezdődött. Titanomachia néven vált ismerté, és a háború több száz éven át tartott. Csaták kimenetele bizonytalan volt. Gája, ez az olykor zsémbes, máskor elbűvölő, néha hallgatag, máskor fecsegő nagymama elmagyarázta Zeusnak, hogy a győzelemhez elengedhetetlen a titánokkal azonos nemzedékhez tartozó harcosokat bevetni. A küklopszokat. A küklopszok a legősibb isten nemzedékhez tartoznak, sajátjuk az első nemzedék minden vele született vadsága és erőszakossága. Ráadásul, fűzte hozzá Gája, a küklopszok elhozzák Zeusnak a legfontosabb fegyvereket, a mennydörgést, a mennykőcsapást és a villámlást. Csak hogy a küklopszok most a Tartarosz alján, az alvilág alatti legborzalmasabb sötét mélységben sínylődnek. Kronosz hajította le őket oda. Ha Zeus kiszabadítja a küklopszokat, elnyeri a támogatásukat. Zeus rááll az alkura, kiszabadítja az egyszemű teremtményeket, és hamarosan győzedelmeskedik a titánok felett. Eljön végre a béke? Nem. Mivel Gaia, aki segítette unokáját a hatalomra jutásban, most megharagudott rá, amiért végleg a mélybe taszította gyermekeit, a titánokat. Ezért Zeus ellen küldi a gigászokat, ezeket a legyőzhetetlennek tartott félelmetes kolosszusokat. És kezdődik egy új háború. Ezt a háborút ezúttal Gigantomachiának hívják, és még azután is tart, hogy a halandók megjelennek a földön. Zeus körül a fivérei, nővérei és gyermekei szervezik az ellentámadást. Ádász harc kezdődik. Zeusnak sikerül megszereznie a varázsfüvet. Úgy tartották, ez a fű teszi elpusztíthatatlanná a gigászokat. De ez sem segít. Gája nem tágít. Amikor rájön, hogy a halandók támogatása nélkül lehetetlen a győzelem, Zeus elhatározásra jut. Elcsábítja Alkménét, Mükéné királyának leányát, aki rendkívüli fizikai erővel megáldott fiút szül neki. Héraklészt.
Minden Zeus által megsebzett gigásznak Héraklész nyilvesszője adja meg a végső csapást. Zeus ezúttal is legyőzi ellenségeit. Hogy győzelmének maradandó emléket állítson, Zeus Delfoiban helyezi el azt a nagykövet, melyet Kronosz a fiának hitt, és később felöklendezett. Ez a kő az Omphalosz, a világ köldöke, a világegyetem középpontja. Napjainkban is ugyanott található. Joggal hihetnénk, hogy most már minden elrendeződött, de az még messze van. Zeusnak egy utolsó akadályt is le kell győznie. És micsoda akadályt? Talán a legnehezebbet. Hogy bezárt gyermekeiért, a titánokért bosszút álljon, Gaia Tartarosszal, az alvilág legfélelmetesebb, legsötétebb belsejével egyesül. Egyesülésükből rettentő szörnyivadék születik. Tüfon. Tüfon félig ember, félig vadállat. Feje a csillagokat verdesi, kinyújtott karjai elérnek kelettől nyugatig. Szemei tüzet lövelnek. Altestéből tekergő kígyók kúsznak elő. Ha önmagában rettenetes látványa nem bénítaná meg ellenfeleit, Tüfon torkából iszonyú hangok törnek elő, rémisztő bika bömböléshez, oroszlán üvöltéshez hasonlatosak. Amikor ez a szörny az Olümposz felé tartott, kitört a pánik. Az istenek fejvesztve rohantak, meg sem álltak egyenesen Egyiptomig, ahol állatok alakját öltötték magukra. Apollón kányává változott, Hermész íbisszé, Árész hallá, Dionüszosz bakká, Héfáisztosz pedig ökörré. A szörnyeteggel csak Zeus mert szembeszállni. Ez az egyiptomi menekülés váratlan egybefonódást hozott létre a görög és az egyiptomi istenek között. Tüfon Egyiptomban Oziris gonosz bátyja lesz, és Szét néven szerepel. Zeus Hórusz királyként jelenik meg. Dionüszosz Oziriszé válik, Déméter pedig Ízisszé, és így tovább. Meglepő egybeolvadása ez a két világnak, amely egyébként nem arra rendeltetett, hogy találkozzon. De térjünk vissza a harchoz, melyben hősünk Zeus viaskodik Tüfonnal. Zeus gyors és végleges győzelmet arat. Míg Tüfon a tenger mélyén keresi Zeust Szicília partjainál, Zeus felkapja az Etna hegyet és ráborítja ellenfelére. Tüfon örökre az Etna alá szorul, Zeus hatalma immár kétségbe vonhatatlan. Végérvényesen ő az istenek ura. És most eljött a világ felosztásának ideje. Zeus, mint a legfőbb istenség, birodalmául a fénylő égboltot választja. Poszeidón, Zeus egyik bátyja, a tengerek istene lesz. Hádész, a másik báty, a föld alatti birodalom kulcsát kapja meg, hogy uralkodhasson az alvilág erőin. A világban ezentúl hierarchia és szervezettség uralkodik.
A hierarchia csúcsán az a szervező erő áll, amely a káoszból született. Minden, ami megzavarta a rendet az égben, kiüzetett a Tartarosz feneketlen mélységébe, vagy a földre, a halandók közé. Megszületett a mindenható Isten. De ennek az Istennek nem volt szüksége dogmákra, nem volt szüksége papságra. Zeus azzal, hogy a föld ura lett, súlyos feladatot vállalt magára. Ki kellett alakítania a rendet, anélkül, hogy zsarnokká válna. Narrátor Széles Tamás, a magyar változat munkatársai. Ambrus Zsuzsa, Barabás Klára, Soltész Márton, Sós Imréné, Trázer Mária. A magyar változat az MTVA megbízásából a Mahír stúdióban készült. Produkciós vezető Fodor Eszter.